Kuncné Martin Regina és Benedek Tibor a Kiskunhalasi SC Kiskörösi Vattai Technikumának két igazgató helyettese magas szintű szakmai tevékenységük elismeréseként október 26-án Budapesten vették át a kulturális és innovációs miniszter elismerő oklevelét. Előzetesen igazgató úr jelezte részemre, hogy szeretne felterjeszteni erre a díjra. A szükséges papírok kitöltése kerültek, és aztán elküldték a szakképzési centrumnak, onnan tovább a minisztériumnak, és igazándiból az átvétel előtt pár héttel érkezett részemre egy hivatalos e-mail a minisztériumon, mert jelezték azt, hogy megkaptam ezt a díjat, megadták az időpontot, és amikor ezt majd át tudom venni. Kuncné Martin Regina az oktatásban eltöltött 29 éves tevékenységéért vehette át a miniszteri elismerő oklevelet. Mindig is pedagógus szerettem volna lenni, úgyhogy az érettségi megszerzése után a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem matematika-fizika szakon. Ezt követően rögtön itt kaptam állást, úgyhogy én már a 29. éve töltöm itt a Vattaiban. Benedek Tibor még diákként került a KSC Kiskörösi Vattai Technikumába. 93-tól 96-ig voltam asztalos tanuló, ezt követően leérettségiztem, majd a vállalati szférában dolgoztam, és 18 évvel ezelőtt kezdtem itt a, nem a tanulmányaimat immáron, hanem a munkavégzésemet. Akkor még szakoktatóként kezdtem így itt a munkát, aztán lettem később gyakorlati oktatásvezető, majd igazgatóhelyettes. A dolgos hétköznapok feladatai mellett mindketten részt vállaltak a vattai különböző projektjeinek megvalósításában. Az utolsó nagyobb projekt az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében valósult meg. Több rendezvényt is szerveztünk a projekt keretében, de a digitális alkotóműhely megteremtése és létrehozása, fenntartása az, ami leginkább kézzelfogható, segíti az új tanulók részére a pályaválasztást, valamint a különféle újabb infokommunikációs technológiák megismerését. Kuncné Martin Regina igazgatóhelyettes a Híd a munkavilágába projekt mentora volt az intézményben. Több mint 100 diák vett részt a program keretében 240 órás ingyenes nyelvi képzésben angol és német nyelvből. Emellett az intézmény rendezvényeinek szervezésében is nagy részt vállalt. Igyekszünk minél több programot szervezni a diákoknak, ugyanis iskola nem csak a tanulásról szól, hanem szeretnénk azért, hogy ezen kívül is kellemesen eltöltessék az időt. Különböző sportrendezvényeink vannak, éppen pár héttel ezelőtt tartottuk a 30. Ekerleszaki kupát. Részt veszek a tanulmányi, illetve versenyek szervezésében. Rengeteg helyi, illetve iskolai versenyt szervezünk, illetve szalagavató vattai bál szervezésében veszek részt. Kuncné Martin Regina és Benedek Tibor október 26-án Hankó Balázs innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős államtitkártól és Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkártól vehette át a miniszteri elismerést Budapesten. Gratulálunk az elismeréshez!